Jó estét kívánok! Köszöntöm az Ezer Arcú Bácska nézőit. A mai műsorunkban három témát ajánlunk Önöknek. Nézzük, mik ezek. Díjátadó ünnepség Baján. A Bács-Kiskun megyei németségért elismerést az idén Sauter Terézia, a német iskola főigazgató helyettese vehette át egy kulturális est keretében. Középpontban a nyelvtudás. Horvát nyelvi versenyen tesztelték tudásukat a bajai és a környékbeli diákok. A magyarországi szerbek története, kultúrája, szokásai. A témáról Rusz Borislav tartott ételkóstolóval egybekötött előadást a Városi Könyvtárban. Tartsanak velünk! Baján a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában tartották meg a Bács-Kiskun megyei németségért díj átadó ünnepségét. A gála minden évben ott zajlik, ahol a kitüntetettél. Az idén Sauter Terézia, a német iskola főigazgató helyettese vehette át az elismerést. A díjat egy kulturális est keretében adják át minden évben. A hagyományokhoz híven a bajai gálát környékbeli néptánc csoportok bemutatója színesítette. Fellépett mások mellett a hajósi hagyományőrző sváb néptánc együttes is. Mayer Edina azt mondta, nagy örömmel jöttek, hiszen képviselőtársuk vehette át az elismerést. A hajósi társcsoporttal érkeztünk egy rövid hajósi blokkal, illetve hajósi hagyományőrző énekkarral. A másik képviselőtársunk pedig második osztályosokat hozott, akik hajósi nyelvjárásban adtak elő mondókákat és gyermekdalokat. Hajósi társcsoport 1963-ban alakult, 2013-ban volt az 50 éves évforduló, és azóta, 1963 óta töretlenül, tehát több generáció adta már tovább egymásnak a dalokat, táncokat, és hát reméljük, hogy ez még nagyon sokáig így lesz, úgyhogy még a 100 éves évfordulót is szeretnénk megünnepelni, de most így viccet félretéve, mindig van utánpótlás. Tehát nagyon köszönjük az óvónőknek, akik már az óvodában tánccsoportokat vezetnek, tánccsoportokat szerveznek. Ezek a gyerekek tovább mennek ugye az általános iskolába, az általános iskolában is fellépnek tánccsoportokban, és aztán várjuk őket szeretettel a felnőtt tánccsoportba, ahol a legidősebb tagjaink 80 év felettiek. Különleges érzés volt átvenni a díjat, nagy megtiszteltetés, hiszen nem számított rá, mondta Sauter Terézia, aki németül és magyarul is köszönetet mondott. Sok gondolat futott át a fejem, amikor megtudtam ezt a díjat, hogy mit is értem el az életben, és úgy érzem, hogy gazdag vagyok, és boldog vagyok. És azért vagyok gazdag és boldog, mert olyan emberekkel dolgozhatok együtt, és már
ilyen örökséget kaptam a szüleimtől, és mindazoktól, akik tanítottak, és nagyon köszönöm nekik, tehát olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akikkel öröm dolgozni, és eredményes a munkája az embernek, és olyan értékeket őrzünk, azt gondolom, együtt, hogy amiért érdemes minden nap felkelni és minden nap dolgozni. És azt szeretném még kihangsúlyozni, hogy ez a gazdagság, amit én őrzök, amit mi közösen őrzünk, amit igyekszünk továbbadni a diákjainknak, ez csak úgy működik, hogy ez mindannyiunké, és ezt én úgy érzem, hogy ez a díj, ez sem az enyém kizárólag, nem az enyém, hanem azoké, akikkel együtt tudok dolgozni a magyarországi németekért Bács-Kiskun megyében, vagy talán az egész országban. Sauter Terézia Hajóson született, ott járt iskolába, majd Baján a Frankelleo gimnáziumban érettségizett. Ezt követően Szegeden német történelem szakon végzett, az intézményben pedig 1989 óta tanít, jelenleg pedig főigazgató helyettes. A munkája mellett szívügyének tartja a német táncok tanítását. Arra vagyok nagyon büszke, hogy sok-sok olyan kollégám van, akiket sikerült fellelkesítenem, akik vezetik tovább a tánccsoportokat, és akiket már csak koordinálnom kell, mikor egy-egy nagy eseményre készülünk, és hát ez az én szívem csücske. Ezt talán többen tudják Baján is, mert hát ugye a Nemzetek Tánca kapcsán kiléptünk a bajai színpadra is, és nagyon nagy sikerrel, és hát ennek nagyon örülök, hogy ez ilyen jól működik. A Bács-Kiskun megyei Német Önkormányzatok Szövetsége 2000 óta rendez minden év novemberében kulturális estet. Azzal a céllal alapítottuk ezt a kitüntetést, hogy azok a tagjaink, tehát a közösségünk azon tagjai, akik társadalmi munkában, itt kihangsúlyozom, főként társadalmi plusz munkát végeznek, azért, hogy a magyarországi németség anyanyelve és kultúrája éljen, fejlődjön, és hogy fent tudjunk maradni. Egy kisebbség tagjainak mondhatom azt nyugodtan, hogy dupla munkát kell végezni. Tudnélik, ugye mi is, mint magyar állampolgárok élünk ebben az országban, de mivel két kultúrában nőttünk fel, ezért a saját kultúránk, nemzetiségi kultúránkat is kell ápolnunk, anyanyelvünket is ápolni kell, minden nap ezt folytatni kell, meg kell küzdenünk ezekért a dolgokért. Aki ezt felvállalja, és a közösségért ilyen plusz munkát végez, azt szeretnénk megtisztelni, és egy ilyen kitüntetéssel és a kitüntetéssel járó aranygyűrűvel jutalmazni. A díjátadó után tovább folytatódtak a színpadon a néptáncosok, kórusok műsorai. Oh.
Hajlá, hajlá, szelágá, traj, terkreágá, traj, tesné, bismargatúac nem mivé. Majzli, hastenca, premiár vidr, an andraná. I a ézülten táfász, gangen sualan lenávász, mini nána, krampi arafána, kohinix via fauna, kohinix via sauz kraut, snájdás tufán banta rauz. Slápslá részle, totóvas tettás nézle, tandás tettás mide, smidlis le máj részle, has nigli fajt nájhába, muszvan vidra rauz, krába, kribli krabli rauz. A gálát a Német Önkormányzatok Bács-Kiskun megyei szövetsége és a Bács-Kiskun megyei Német Önkormányzat szervezte meg. Baján már 4 alkalommal tarthatták meg, vagyis már 4-szer volt bajai vagy környékbeli díjazott. Nyelvtudásukat tesztelték a diákok. A városban első alkalommal rendezték meg a horvát nyelvet tanuló diákok megyei találkozóját. A rendezvénynek a Bajai Szent Istvani Általános Iskola sportcsarnoka adott otthont, ahol összesen 31 csapat mérte össze a tudását. Írtak, jegyzeteltek és horvát nyelvű feladatokat oldottak meg azok a fiatalok, akik részt vettek az idei horvát nyelvet tanuló diákok megyei találkozóján. Baja városát hosszú évek óta képviseli az idegen nyelvi vetélkedőn a Szent Istváni Általános Iskola. Azonban ez volt az első alkalom, hogy a bajai intézmény szolgált a rendezvény helyszínéül. Az iskola igazgatója elmondta, nagy jelentőséggel bír számukra, hogy az idei évben ők lehettek a versenyházi gazdái. A rendezvény helyszíne eddig bátya volt, hát is mivel a bátyai tanítónőt, horvát tanítónőt átigazoltuk ide Szent Istvánra, így megörököltük a rendezvényt is. Egyáltalán mi a célja, az első számú feladata ennek a versenynek? Hát intézményünknek egyik legfontosabb és legszebb célja a horvát nyelv, a horvát hagyományok ápolása, és hát ez a rendezvény nagyon szorosan összefügg vele, és nagyon boldogok vagyunk, hogy a megyében tanuló összes iskola horvát nyelvet tanuló diákját itt vendégül láthatjuk. A megyei versenyre több településről, köztük Bácsalmásról, Katymárról, Bátyáról és Dusnokról is érkeztek diákok. Vicces volt fölkészülni rá. Jó. Nevetgéltünk, de tök jó csapatban dolgozni. És milyen feladatokkal gyakoroltatok erre a versenyre? Hát olyat, hogy állatoknak a nevük, meg hogy összekötni, meg hogy össze vannak keveredve a szavak, és fölé kell írni a helyes választ. Az 5-6 fős csapatoknak különböző nyelvtani és ügyességi feladatokban kellett próbára tenniük tudásukat. A vetélkedő minden évben egy adott téma köré épül. Ezúttal az évszakok, azon belül is az ősz állt a középpontban, fogalmazott Csicsorné Polyák Judit. Lesznek ügyességi feladatok, lesznek feladatlapok. Két kategóriában mérethetik, vagy méretjük meg a gyerekeket, vetélkedhetnek a tanulók. Az alsó tagozatosoknak külön lesz egy kategória, illetve felső tagozatosoknak. És ehhez mérten állítottuk össze a feladatlapokat is. A pedagógus elmondta, a szervezők fontosnak tartották, hogy olyan témát választanak, amely nem csak aktuális, de a központi tananyagnak is szerves részét képezi. Így esett a választás az évszakokra. Ezt első osztálytól kezdve folyamatosan 8. osztályig minden évfolyamon előjön ez a témakör, és ezt bővítjük évről évre, és ezért szerintem ez minden iskolának nagyon könnyű ilyen szempontból. A diákok elmondták, mint minden évben, ezúttal is hosszas gyakorlás előzte meg a versenyt, így nem aggódtak a rájuk váró feladatok miatt. Igen, készültünk feladatokkal, készültünk tanórákon, sokat készültünk erre a versenyt. A diákok egyetértettek abban, hogy a verseny és az arra való felkészülés nagyban elősegíti a nyelvtudás fejlesztését. Érdekesek, és így ismételni lehet velük, és például
én ötödikben voltam, és ilyen alsós feladatokat is adtak, és azokat is szépen átismételtük. A találkozó a nyelvi készségek fejlesztése és a szókincs bővítése mellett arra is remek alkalmat biztosít, hogy a résztvevők új kapcsolatokat alakítsanak ki, és megismerkedjenek a térségben tanuló más diákokkal, hangsúlyozta Csicsorné Polyák Judit. Nagyon-nagyon szerették és szeretik is a gyerekeink, nem csak a miénk, szerintem minden iskolának a képviselői ezt mondják legalábbis. Mindig jelen voltunk, a tanév kezdéskor már kérdezik a gyerekek, hogy mikor lesz a verseny. Ez így volt az idén is. Hogy látom, itt már nagyon jó a hangulat, mert nagyon várják a gyerekek a kezdést. Gondolom minden évben jó emlékekkel és élményekkel térnek haza, vagy tértetek haza. Igen, ez így van. Főleg a játékos feladatok dobják fel a verseny hangulatát, meg az izgalom, és bizony vannak már olyan barátságok, amik régóta tartanak. Lehet, hogy alsó tagozatos koruk óta ismerik, és nagyon jó látni azt, amikor találkoznak, hogy összeölelkeznek, és nagyon örülnek egymásnak. Így vagyunk mi is kollégák ezzel. Gugán Antal, az iskola igazgatója felhívta a diákok figyelmét arra, hogy bár fontos a versenyen nyújtott eredmény, a vetélkedő elsődleges célja nem más, mint hogy a résztvevők jól érezzék magukat, és kellemes emlékekkel térjenek haza a találkozóról. Óriási tétje van a versenynek, hiszen a végén fogunk helyezetteket hirdetni, de úgy gondolom, hogy nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy ezek a diákok itt összegyűltek, barátkozni fognak, jól fogják érezni magukat, lesz zene, lesz tánc, hát és nyilván lesz egyfajta vetélkedés is. A tanulók által kitöltött feladatlapokat a Bajai Intézmény egykori és jelenlegi pedagógusai, illetve a helyi és a megyei horvát önkormányzat elnökei értékelték. A legeredményesebben teljesítő csapatok pedig értékes nyereményekben részesültek. A magyarországi szerbek történetéről, kultúrájáról, szokásairól és a bajai szerbségről tartott előadást Rusz Borislav Baján. A szerb országos önkormányzat képviselője a városi könyvtárba várta a nemzetiség tagjait, illetve a téma iránt érdeklődőket. Az estet Étel Kóstoló zárta. A szerb kultúra gyökerei itt nagyon mélyek. Rusz Borislav a Népek, Étkek, Szokások programsorozat keretében tartott vetítéses előadást a könyvtárban. Szívesen vállalta a felkérést, hiszen Baján mélyek a szerb gyökerek, van mivel büszkélkedni, van miről beszélni, mondta az előadó. A rendezvényen megemlítette sok más mellett, hogy 6 évszázadon keresztül miként maradtak meg a szerbek Magyarország különböző részein. Szó esett a szerb anyakapcsolatokról, és a témával kapcsolatban kisfilmeket is levetített. Szélesebb körben viszonyulnak a magyarországi szerbségnek a itt tartózkodása a dinasztikus kapcsolatok idején, értem ez alatt az Árpádházi magyar és a nem annyit szerb dinasztia érájában. Ki szeretném emelni a későbbiekben a 1389-es Rigomezei csatának a következményét, összevetve a magyar az durván az hasonló, mint a Mohácsi vész ugye 1526-ban, és az azt követő vándorlások, elvándorlások, a magyar akkori uralkodó Zsigmond király, aki egyben német-római császár is volt, és a szerb uralkodó Despot Stefan Lazarevics kapcsolataira. Rámutatok még a nagy elvándorlásra, ami 1690-ben volt, Leopold császár hívására, mert tudni kell, hogy a szerbek az 1680-as, 87-es csatában az osztrákok oldalán állt, és félve a török megtorlástól, és Leopold császár hívó szavára Ipeki, tehát harmadik Csárnovics Ipeki szerb pátriárka vezetésével mintegy 40 ezer szerb család költözött Magyarország területére 1690-ben, végig a Duna mentén, a mai Magyarországot figyelembe véve Szeged környéke, Békés megye, Baranya, Bácska, Pest, Szentendre, egészen Esztergom, Komárom, Győr területe, ez mind gyakorlatilag olyan területek, ahol szerbek éltek, és ahol a szerbek éltek, ott építettek maguknak templomot, illetve felekezeti iskolát.
Így a szervek jó részt hamar bereszkedtek ebben a új struktúrában, a monarchia területén, és tudták iskoláztatni diákjait, gazdagok voltak, kereskedtek is, de ugyanakkor, ha kellett, akkor a császár szolgálatában álltak, mint egyfajta határőr katonák. Baja vonatkozásában pedig elmondhatom, hogy hasonló volt a helyzet, itt is a szerbek kereskedtek, nagy létszámban éltek, bizonyos adatok szerint az 1600-as évek vége felé Baján leginkább szerbek és bunyavác lakta, vidék volt, később betelepültek a németek, Mária Terezén a zsidók és más, ugyan magyarok, más nemzetiségűek, és tudták iskoláztatni gyermekeiket, így Baja város adta azt a neves személyiséget Joachim Vujić esetében, aki a szerb színháznak az atya, és aki 1813-ban az ő ugye, közreműködésével sikerült egy színházó társasággal bemutatni először szerb nyelvű színházi darabot. Rusz Borislav beszélt a szerbek védőszentjeinek ünnepeiről is. Van egyfajta védőszent ünnepük, a Svecsár, ami a többi nemzetre nem jellemző, és ezt hasonló súlyban ünneplik a családok, mindenki a sajátját, Szent Miklós, Szent Száva, Szent János, Szent György, stb., mint a húsvétot, karácsonyt vagy pünkösdöt. A szerb népesség létszámának alakulásáról, csökkenéséről, ennek okairól is szót ejtett a szerb országos önkormányzat képviselője. Az első világháborút követően a nagyhatalmak úgy döntöttek, hogy azon kisebb népek esetében, melynek részei a saját országa határain kívül maradtak, azok élhettek egy olyan lehetőséggel, hogy visszaköltöztek, úgymond repatriáltak az alma materbe, tehát a anyaországba. Ezt a folyamatot úgy hívták, hogy optálás, és 1921 és 31 között a Magyarországon élő szerbeknek mintegy 70%-a élt a lehetőséggel, és visszatelepedett. Jellemző volt ez a baji szerbségre, akkor csappant meg a szerbségnek a létszáma, és például már az 1931-es összeíráson érezhetőek voltak a különbségek. Ha tegyük fel, egy településen volt 1700-1800 szerbajkú lakos az 1910-es összíráskor, a 30 vagy 31-es összíráskor már abból az 1700 maradt 4 és 500. Rusz Borislav többed magával eddig 7 néprajzi kötetet jelentetett meg, ami magában foglalja az itt élő szerbek hagyományait, szokásait és kultúráját, így a rendezvényen ezekről is szó esett. A szerbekre jellemző hagyományápolás. Egyrészt kötődés az egyházhoz, ez a szerb ortodox vallás, a vallás ünnepnek a megtartása és vallási szertartások. Ez tükröződik az életformában, életvitelben, öltözékben, öltözetben, illetve az ételekben. Az előadó hozott magával egy szerb specialitást, a csesznicát, a karácsony süteményét. Csak a szenteste után, amikor már nincsen bőjt, akkor lehetett ebből enni. Tesznek ebbe egy kis értékes pénzt, valamikor aranypénz volt, és ugye aki megtalálja az ő szeletében ezt a pénzt, akkor úgy mond, hogy ő volt az a szerencsés, aki egész évben szerencsét kap. Az ételek között a prója, magyarul prósza is szerepelt. Kukoricból készül, sós ízesítésű, van benne egy pici paprika, van benne egyébként étolaj, ásványvíz, kukoricadara, rétes liszt van benne, tojás van benne, rendes tehéntúró van benne, linza. Az előadásra eljöttek Rusz Borislav bajai barátai, egykori tanítványai is. Édes Tova, 55 éve ismerem az előadót. Együtt jártunk a Szerb Horváth gimnáziumba Pesten. Ő eredetileg deszki, én deszki szerb, én pedig bajai bunyavác. És ott akadtunk össze. 4 évig egy osztályba jártunk, sőt, egymás mellett feküdtünk az emeletes ágyon, tehát rengeteg közös emlékünk van. Az estet kötetlen beszélgetés zárta, és ekkor kóstolhatták meg a jelenlévők a szerb finomságokat is.
Kedves nézőink, ennyi volt mai adásunk, köszönjük a figyelmüket. Legközelebb, egy hónap múlva, decemberben várjuk Önöket a képernyők elé. További szép estét kívánok, a viszontlátásra!